Készülnek az idei év kihívásaira a DKS-e kajakkenu szakosztályának versenyzői. A dunajvárosi sportolók közül többen válogatottbeli feladatokkal is számolhatnak, sőt, akár az ötkarikás játékokon is képviselhetik hazánkat és városunkat. Kis Balázs COVID-fertőzés miatt kihagyásra kényszerült, azonban motiváltan vágott bele az újabb tréningekbe. Én abszolút pozitívan állok ez az egész évhez hozzá, nyilván a májusban a kvóta szerzése a cél. Nem lesz egyszerű feladat, de úgy gondolom, hogy egy esélytelen helyzetből is ki lehet kerülni győztesként addig, amíg ebbe valaki kellőképp hisz. Kulcsár Dorina, az egyesület versenyzője meglátása szerint sikerült fejlődnie az elmúlt időszakban a korábbiakhoz képest, ám természetesen a cél a további építkezés. Úgy érzem, hogy a téli felkészülés az most jobban alakul, mint a tavalyi évben, úgyhogy ennek örülök, és hát idén pedig 500 méteren előrébb szeretnék lépni, mint tavaly, úgyhogy az 1-3-ba benne szeretnék majd lenni. Az egyesület egyik nagy reménysége az idei évben Slihocki Ádám. Nehéz helyzet, mert nem tudjuk, hogy mi lesz megrendezve idén. Hogyha minden optimálisan halad, akkor az U23-as világbajnokságon szeretnék C2000 méteren rajthoz állni. Hajdun Jonatán több távon is rajthoz áll majd a válogató versenyeken. Készülök az 1001-esre, 1000 párosra Ádámmal továbbra is. Készülünk az 500 párosra is most már. Nem tudjuk, hogy hogy lesz 2024-ben, de hogy mondták, hogy lehet, hogy lesz 500 páros az olimpián. Úgyhogy erre a három számra készülök, meg készülünk. Leginkább ugye a májusi válogatók kapcsolatban nyilván készülünk rá, de nem az a fő prioritás, hanem inkább a későbbi válogatók, hogyha esetleg megszerzik a kvótát. A DKS-e kajakkenu szakosztályának vezetőedzője Molnár Gergely elmondta, a megszokottak szerint végezték a téli alapozást, amelybe azonban némiképp beleszólt a vírusfertőzés. Rengeteg plusz munkát el kellett ahhoz végezni, hogy utol tudják érni magukat. Hál' Istennek nagyon szépen alakul most már a felkészülésük, jól alakulnak. Legfontosabb az, hogy a melegvízi edzőtábor, amire az kezdődik márciusban, addigra mindenki nagyon jól utol érje magát, és a lehető legjobb erő és fizikai állapotába legyen. Az olimpiai válogatóversenyt május elején Szegeden rendezi meg a Sportági Szövetség.